Burgonya, krumpli, kolompér vagy éppen pityóka, a keményítőben gazdag gumójáért is termesztett növény alapvető élelmiszer hazánkban. Az 1920-as években burgonya nagyhatalom volt Magyarország, azon belül is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Azonban mára egyre kevesebben foglalkoznak a növénnyel, hangzott el a Debreceni Egyetem Agrárkutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézetének tudományos tanácskozásán. Jelenleg ott tartunk, hogy a burgonya termőterület Magyarország szinten megkérdőjelezhető, hogy elérje a 10 000 hektárt, tehát óriási visszaesés történt. Ennek hátterében többek között az éghajlatváltozás áll, hiszen az valamennyi növényt, így a burgonyát is megviseli, ezért az agrárkutató intézetekben többek között a krumplival is kísérleteznek, tette hozzá az igazgató. A burgonya alapvetően egy csapadék és hidegkedvelő növény, na most nyilván tisztában vagyunk Magyarország éghajlatával, hogy ez nem egészen erről szól, viszont sajnos a talajok nedvességtartalma, illetve a légköri asszály olyan mértékű, hogy a burgonya ehhez kevésbé tud alkalmazkodni. Ez volt az egyik faktor, amit vizsgáltunk, illetve folyamatosan vizsgálunk, illetve hát a másik azok a biotikus tényezők, például a vírusok, amik megtámadják a burgonyát, és ezáltal jelentős mértékű leromlást okoznak. A növénykísérletekben hazai cégek és szlovák szakemberek is segítenek, az ő munkájukat ismerték el a nyíregyházi tanácskozás után, a Vescsik Vilmos díjat, valamint az intézet emlékérmét is átadták. Az együttműködés megkezdődött valamikor 1992. évben, azótától együttműködünk és próbálkoztunk mindenféle témákban. Most az utolsó években volt nekünk 2 határmenti projektunk, amelyet tudtunk végrehozni és be is fejezni. Most beadtunk megint egy határmenti projektet, ami az energetikai növényekkel foglalkozik. A közelmúltban az étkezési burgonya is a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrák közé került. A Földművelésügyi Minisztérium a minőségi krumpli előállítását akarja biztosítani, a támogatással akár a termőterületek mértéke is nőhet.